ezekben a stresszes, rohanó mindennapjainkban nagyon nagy szüksége van a szervezetnek a természetes eredetű vitaminokra, ásványi anyagokra, gyógynövényekre. Nem csak a stressz, egyéb ugye hatások is érnek bennünket. A táplálkozásunk nem a legjobb, nem a legmegfelelőbb. Gondoljunk csak bele, hogy reggel az ember felébred, gyorsan bekap valamilyen kis vajas kenyeret, egy kis párizsival, vagy bármi mással, aztán a munkahelyen eszik valami olcsó kaját esetleg, és akkor a vacsorára meg különböző zsíros, egyéb, legalábbis az átlag emberről beszélek, telenyomja magát. Hát ez minden tartalmaz csak egészséges rostot, bioaktív vegyületet, flavonoidokat, tehát vitaminokat, ásványi anyagokat, keveset, illetve nem. Mi a legalapvetőbb különbség a gyógyszerek és a táplálékkiegészítők között? Hát a táplálékkiegészítők ugye természetesen nem gyógyszerek. Gyógyszereket nagyon nagy szükségünk van, én mint házi orvos is gyógyszereket használok és javaslok a betegeimnek, pácienseimnek betegség esetén. Egész más ugye a feladata a kettő csoportnak. Táplálékkiegészítőkkel pedig a szervezetünket támogatjuk meg a vitaminokkal, ásványi anyagokkal, gyógynövényekkel, hogy egészséges tudjon maradni. Tehát itt elsősorban a táplálékkiegészítők az egészség megőrzésében van fontos szerepük, míg a gyógyszereknek ugye a betegségek gyógyítására használatosak. A táplálékkiegészítők és gyógynövények amúgy is egész más módon hatnak. Tehát míg a gyógyszerek prompt, azonnal gyors hatásúak, gyakorlatilag, ha én beveszek egy táplálékkiegészítőt, semmilyen hatását nem érzem, hanem szép lassan, ahogy a szervezetem egészséges, tiszta hatóanyagokat ugye megkapja, a szervezetem az, ami fantasztikus, hogy úgy mondjam, egy öngyógyító képességgel rendelkezik, és tudja regenerálni a sejteket, de ehhez idő kell, ehhez több hónap kell. Kislányom betegsége döbbentett rá arra, hogy itt komoly probléma van. Akkor kezdtünk el táplálékkiegészítőket fogyasztani mindannyian, és hát azt kell mondjam, hogy azóta viszont óriási a különbség. Tehát most azt mondom, hogy ugye orvosi szakszóval retrospektíve, azaz visszamenőlegesen nézve a dolgokat, amióta az én gyerekeim például táplálékkiegészítőket szednek, sokkal kevesebbet betegek, mint a többiek. Nekem vegyes praxisom van, tehát fel tudom mérni, hogy mi a helyzet, és hát egyértelmű, hogy a gyerekeim mondjuk harmadannyit betegek, sokkal hamarabb túl vannak a betegségeken, sokkal kevésbé súlyosak. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy rendkívül szembetűnő a különbség, úgyhogy azóta biztos, hogy nem fogjuk abba hagyni. Azt gondolom, hogy a ma orvosának muszáj, hogy holisztikus szemlélettel rendelkezzen, tehát, hogy az ember ne csak a betegség gyógyításával vagy jobbításával foglalkozzon, hanem azzal is, hogy hogy lehet esetleg a betegségeket megelőzni, illetve hogy lehet esetleg segíteni a szervezetnek abban, hogyha már beteg valaki, akkor minél hamarabb meggyógyuljon. Számomra a hialuronsav az, amelyik a leghatékonyabbnak bizonyult, hiszen bebizonyította számomra, hogy meg lehet úszni egy nyaki gerincsérv műtétet, emellett minden izületet nagyon szépen beolajoz, és a szépészeti hatását, mellékhatását kihasználva, mind a bőr állaga, mind a körömhaj állaga szintén sokat javul, mindenkinek merem ajánlani. Akkor is van szükség táplálékkiegészítőkre, ha odafigyelünk az egészséges táplálkozásra. Ha arra gondolunk, hogy milyen volt 10 vagy 20 évvel ezelőtt a paradicsomnak az íze, és milyen a mostani paradicsom íze, akkor laikusként is választ kaphatunk arra, hogy a mai zöldségek és gyümölcsök azok nem olyanok, mint a régi zöldségek és gyümölcsök. Emellett nagyon megváltozott az életmódunk. Sokkal többet rohanunk, sokkal többet stresszelünk, emellett itt vannak a környezeti szennyezések, amik érnek minket, a mobiltelefonok, a mikrohullámú sütő, ezek ellen a környezeti behatások ellen fokozottan kellene védekeznünk, tehát hogyha jó minőségű zöldségeket, gyümölcsöket ennénk, abból is dupla mennyiséget kellene legalább ennünk,
de hát inkább csak a hiánytáplálkozás jellemző a ma emberére. Hogyan függ össze a hippokratészi esküvel az orvosi szakmában tanult módszerek és a táplálék kiegészítők használata munkájában? Az orvosi munkámat kiegészítik a táplálék kiegészítők. Természetesen megvan a gyógyszereknek is a létjogosultsága, tehát nem azt mondjuk, hogy mindent csak táplálék kiegészítővel lehet megoldani, de a gyógyszerek mellett megvan a maguk helye. A hippokratészi esküben kijelentettük, esküt tettünk, hogy nem ártok a betegnek. A másik része pedig az, hogy a betegem életmódját, étrendjét úgy írom elő, hogy az egészséges legyen és neki megfeleljen. Ezekkel a táplálék kiegészítőkkel ezt a hippokratészi eskünek ezt a részét teljesítjük. Az orvosok a gyógyszerek mellett pedig azt gondolom, hogy ha egy orvos igazán jót szeretne a betegének, akkor ezekre a természetes tápanyagoknak az ajánlására szükség van. Amikor gyógyszert ajánlunk, akkor vegyszert ajánlunk. Tehát azt sajnos nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a gyógyszereknek vannak hatásai, de vannak mellékhatásai is. Tudjuk, hogy nagyon sok beteg kerül be a kórházba, tehát nagyon sok beteg kerül be a kórházba a gyógyszer mellékhatás miatt. Ha ezeket a táplálékkiegészítőket és természetes gyógynövényeket ajánljuk, ezzel nem lehet ártani a betegnek. Egyre betegebb a társadalom. Egyre kevesebb a hatóanyag a hagyományos ételeinkben, és ezt valahogy pótolni kell, hiszen a szervezet kívánja, igényli a természetes hatóanyagokat, hogy normálisan tudja működtetni az öngyógyító képességét. 100%-os tisztaságú, biokörülmények között termelt növények kivonatait érdemes használni, mert ezt kívánja a szervezet. Ezek természetesen aminósavak, enzimek, nyomelemek, ásványi sok, vitaminok, stb. Ami egyébként benne volt a gyümölcsökbe, zöldségekbe, akár még 5 évvel ezelőtt is. Ezt nyomon követhetjük a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kutatásai alapján. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, hogy drámai a helyzet. Rendkívül csökken a hatóanyag mind a zöldségbe, mind a növényekbe, és ugyanakkor a föld annyira ki van aknázva, hogy olyan minőségű terményeket már nem tudunk termelni, mint amit termeltünk ezelőtt 10-20-30-45 évvel ezelőtt. Van-e igény a hagyományos orvoslás melletti gyógymódokra? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van, egyre nagyobb igény. Csináltak egy felmérést, ami alapján a betegek 68%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon-nagyon szeretné, hogyha az az orvos, akihez fordul különböző problémáival, nem csak a hagyományos gyógymódokat, illetve a betegségek megoldását, hanem a betegség megelőzésre is tudna tanácsokat adni. Tud-e konkrét esetet mondani, amelyben táplálék kiegészítők segítettek egy adott betegségben? Hát a legelső esetem, a legkonkrétabb a saját lányom volt, aki most 14 éves, és 5 évvel ezelőtt kezdtük el használni a táplálékkiegészítőket allergiájának megszüntetése érdekében, és azt gondolom, hogy teljesen gyógyultnak tekinthető, tényleg borzasztó ritkán fordulnak elő most már csak a tünetei, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél exaktabb megtapasztalást nem is kell. Házi orvosként miért kezdtél el foglalkozni hálózati kereskedelemmel? Elsősorban nem az üzlet volt az, ami megkapott, hanem maguk a termékek, amik ehhez a hálózathoz csatlakoztak. Ugyanis azt éreztem, hogy a gyógyító munkám során bármennyire is szeretnék minél többet adni a betegeimnek, nem volt egy olyan tökéletes terápiás palettám, amivel minden egyes betegséget maximálisan meg tudtam volna gyógyítani. És sokáig keresgéltem, és így jutottam el igazándiból azokhoz a táplálék kiegészítőkhöz, amiknek megfelelő tudományos hátterük, megfelelő kutatásokkal igazolt egészségjavító hatásuk volt, és tulajdonképpen miután megismertem ezeket, kipróbáltam, és aztán a betegeim körében is alkalmazni kezdtem, pontosabban javasoltam nekik, ez már magával hozta azt, hogy egy kis hát üzleti szemléletre is szert tettem, illetve megismertem magának a multilevel marketing szisztémának a felépítését, és ez vezetett végül is a hálózatépítéshez. Egyetemi kutatóorvosként mi vonzotta a táplálék kiegészítők és gyógyhatású készítmények területére?
nem is inkább úgy mondanám, hogy kutatóorvosként, hanem mint egyetemi klinikusként nagyon sok beteg érdeklődött, hogy mi az, amit ő még hozzátehetne az általunk alkalmazott kezeléshez, illetve hogy telik az idő, az ember azt veszi észre, hogy egyre fiatalabb életkorban jönnek a különböző betegségek, és egyre súlyosabb formában, és ami mondjuk 20 év alatt nagyon jelentősen romlott, azt úgy gondolom, hogy mindenképpen az életmódunkban, és egyrészt a mozgáshiányban, a folyadékhiányban, másrészt pedig a táplálékaink rossz minőségében kell keresnünk, és ezek a termékek azok, amelyek az orvosi kezelés mellett egy nagyon jó és feltétlenül szükséges kiegészítést jelentenek, úgy gondolom, ahhoz, hogy a betegek mindennapjai sokkal jobban teljenek. Ha egy készítményt kellene kiemelnie, mi lenne az és miért? Ugye itt én úgy gondolom, hogy a Ginkgo Plus az, amit én feltétlenül, és mindenkinek tudnám ajánlani. 10 éves kor alatt ugye nem nagyon szoktuk ezt ajánlani, mert nincs elég tapasztalat, de 10 éves kor fölött gyakorlatilag egy olyan jó keringésjavító szer, ami egyrészt az agyi működést is serkenti, tehát a teljesítményben is javíthat, másrészt pedig egy olyan jelentős antioxidáns hatással bír a benne levő 3 kínai gomba és 2 erős antioxidáns vitamin miatt, hogy az immunrendszer megerősítése révén nagyon sokat tehetünk azért, hogy az egészségünket megőrizzük. Hogy lehet egy hagyományos témát, mint az egészség, ami évezredes múltra tekint vissza, egy a 20. század közepe óta élő lehetőség a hálózati kereskedelem eszközével népszerűsíteni? Azért nagyon fontos ezt tudni, hogy a hálózatépítés az nem másról szól, mint egy bizalomépítésről. Ugye ez a személyes marketing, ez arról szól, hogy tudok építeni bizalmat emberekben, termékkel, céggel, lehetőséggel kapcsolatban, és hogy tudok felépíteni bizalmat azzal kapcsolatban, hogyha ezeket a terméket intelligensen profi fogyassza, akkor ő meg tud menekülni problémáktól, gondoktól, vagy enyhíteni tudja az eddigi gondjait, problémáit. Igazából az egész arról szól, hogy az, ami az emberek számára évszázadok óta, évezredek óta fontos az egészség, hogy ebből nem egy üzleti vállalkozást csinálni, hanem megtanulni az egészséget, ki az embereknek az egészséggel kapcsolatban biztonságot odaadni, és ezért fizet a vállalkozás, aki azt mondja, hogy ő kínálja ezeket a termékeket. Semmi ördöngös nincs benne, ezt csináljuk mindannyian. Van-e jövője a hálózati kereskedelemnek az egészségügyben? Biztos, hogy van. 4 nagyon fontos trend van a világban, az egyik az egészséges életmód, és ebben sajnos az emberek szembesültek azzal, hogy vagy ő saját maga gondoskodik erről, vagy más nem fog az életért meg az egészségéről. A másik, hogy a testre szabott tanácsok, tehát olyan tanácsokat mondjuk el embereknek, ami hiteles, és ő ez alapján fog dönteni, hogy mit fog vásárolni és hol vásárol. Ez is egy nagyon fontos trend. A harmadik trend, hogyha lehet, tegyük érdekelté a fogyasztót abban, hogyha nálunk vásárol, ezért kapjon kedvezményeket, jutalmakat, bónusz, lojalitáspontot, egy csomó mindent. És a negyedik trend pedig az, hogyha lehet, ajándékozzuk meg a vevőinket annak arányában, hogy mit tett azért, hogy tőlünk vásárol. És a Motel Marketing ez ezt teszi. Erről szól, 50 éve erről szól, és biztos vagyok benne, hogy a következő évszázad egyik legsikeresebb vállalkozási formája lesz.